nézzük az ötödik feladatunkat, ebben már eleve csak azon megadva, hogy a termékeknek az 5%-os elejtés, és itt is visszatevéses mintavételünk van, de egészen addig fogjuk folytatni a választást, míg nem húzunk se elejtet. Ugye ez tipikusan a törésteszt, tehát hogy villanykapcsolóknak a probléma, hogy hányszor kapcsoljuk föl, hanyadikra következik be az, hogy kiég a villanykörte, vagy éppenséggel a lengéssilapító eltörik. Tehát ez elég életszerű ez a probléma, és akkor a kérdés az, hogy annak a valószínűsége, hogy a nyolcadikra húzunk selejtet. Nyolcadikra húzunk. Először húzunk selejtet. Először. Ennek mi a valószínűsége? No, hát természetesen 5%-a selejt, tehát hogyha egyszer válaszom, ugye egyet kiválasztok, akkor annak a valószínűsége, hogy selejtet húztam, hogy annak 5%. Mert 5%, hogy az 5% az esélye. Na most 8-ra húzzuk, tehát ez azt jelenti, hogy az elsőre, a másodikra, a harmadik, hetedikre nyilvánvalóan nem selejtet kell húznom. Hát a nem selejt, ugye az 1-P, az a 0,95 lesz. Így van? Tehát akkor ugye 7-szer kell nem selejtet húznom, 0,95 a hetediken, hiszen a sorrend az, ugye megbeszéltük, hogy ez fontos, és persze a nyolcadikra kell húznom selejtet, visszatevéses, képzeljük el az esetet, tehát hogy ténylegesen ugye nem változik meg a selejt arány, és ez azt jelenti, hogy akkor itt kell szorozni 0,5-tel. Jó? Nyolcadikra. Nyilván ezt tudjuk általánosítani, ezt a problémát, nem a nyolcadikra, hanem az ijedikre. Húzunk selejtet először, húzunk selejtet először. És hogyha ezt mondjuk A-jével jelölöm ugye ezt az eseményt, akkor természetesen itt megszámlálhatóan sok elemi eseményem lesz, aminek az uniója ugye az kiadja az alaphalmazt, az A-i metszet A-j az üres halmaz lesz, hogyha az i nem egyenlő i-vel. Tehát ugye ezek az A-ik, ezek itt teljes eseményrendszert fognak alkotni, és egy ilyennek a valószínűsége az nem lesz más, mint tehát ijedikre húzunk selejtet először, ez azt jelenti, hogy ugye i-1 alkalommal nem selejtet húzunk, tehát nem selejtet 0,95, i-1, és ugye az ijedikre kell húznom selejtet, annak 0,05 a valószínűsége. És miért csináljuk ezt? Azért csináljuk, mert szeretnénk megmutatni, hogy a PAI-nek az összege, mi egyenlő, hogy 1-től végtelenik, az valóban 1 lesz. Jó? Tehát akkor össze kell adnunk, ugye mi egyenlő 1-től végtelen, 0,95 az i-1, szóval a 0,05-tel, ez 0,05-öt, ha kiemelem, egyenlő 1-től végtelenik, 0,95 az i-1, tehát ezt tudjuk, hogy ez egy geometriai számsor. Az indexe is 1-től megy, de itt i-1 van, tehát egy index elcsúszással, ugye az be is írhatjuk mondjuk n egyenlő i-1 esetén, akkor természetesen az i egyenlő n+1 alapján a szummázás az 0-tól fog menni végtelenig, és 0,95 az n-dikán lesz, tehát itt ténylegesen ugye az 1/n-q összege fog adni, azaz 0,05 szorozva 1/1-0,95-tel. Hát ugye ez pontosan 0,05, tehát 5 század, azaz ez valóban egyenlő 1-je.